Ugye itt a mögöttem felsorakozott vitézek, mint már mondtam, az egri várból érkeztek. A 16. század második felében, hogyha benyitottunk volna az egri várba, akkor bizony ilyen viseletbe öltözött katonákat láttunk volna magunk előtt, és ez azért nagyon fontos, mert ekkor tájt a magyar vitézeknél még egyáltalán nem beszélhetünk egyenruháról. Alkalmanként előfordul, hogy zsolt helyett, fizetés helyett posztót kapnak a parancsnokuktól, a várkapitánytól vagy provizortól, és akkor, hogyha mindenki ugye egyforma posztót kap, akkor nagy valószínűség szerint a viseletük is hasonlítani fog egymásra, hiszen azonos anyagból, azonos színből készül. De az általános dolog az úgy nézett ki, hogy minden katona a zsoldjából saját magának vásárolja vagy varratja meg ezt a jellegzetes magyar viseletet. Ugye ez nem más, mint a dolmány, ez a hosszú ujjú kabátforma, ekkor még ugye térdig vagy térd alá érő szabású ruhadarab, ami gyakorlatilag egész Kelet-Európára jellemző volt, különös kép a magyar végvári vitézekre. Ugye végig tekintünk rajtuk, akkor lehet látni, hogy ez anyagában, színében, szabásában azért eltér, de felismerhető, hogy mindenki dolmányt visel. Hogyha kilép egy pillanatra, akkor még lehet látni, hogy nagyon fázósak lehettek ezek a végvári katonák, ugyanis a dolmány fölé a tisztek legtöbbször még fölvesznek egy felső kabátot, nevezetesen ezt a bizonyos mentét, ami jelen esetben egy újatlan szabású, magas álló gallérral, és ugye ezt hordják, gyakorlatilag rangjelző szerepe van ennek a ruhadarabnak. Egyrészt magyarázatra szorul, hiszen hogyha nyáron, hadakozás idején, hiszen a hadi időszak az áprilisban kezdődött, amikor már ugye a törökök füveltetni tudják a lovakat, tehát el tudnak indulni a hadat, és ugye a ló az tud legelni, egészen az késő őszig, tehát október közepéig tartott. És hát akkor azért gondoljunk bele, hogy milyen nagy melegek vannak még manapság is. Akkor minek öltözik be a katona nyakig? Állik, be van gombolkozva, hosszú kabátot hord, sőt még fölvesz fölé egy ilyen mentét. Hát bolondok ezek az emberek? Hát bizony nem. Egyrészt ez a ruha a viselőjének a védelmét is szolgálja. Nem véletlen, hogy a ruha új az picit rányúlik a kézre. Nem véletlen, hogy itt a pitke gombokat ez a zsinórozás fogja össze, és ez a zsinórozás, ez bele van varva a ruhának a belsejébe, később majd, amikor kikerül a ruha színére, ebből alakul ki az idő múlásával a 48-as huszároknak a jellegzetes Attilája, amikor már az egész mellkast beborítják zsinórozással, hiszen az a kardvágásokkal szemben biztosítja a védelmet. A nyaknál az álló gallér szintén a kardvágásokkal szemben fogja megoltalmazni a viselőjét. Hát egyfelől a védelem az, ami ennek az oka, másfelől meg ne felejtjük el azt, hogy a 16. században van az úgynevezett kis jégkorszak, amikor jóval hűvösebb az időjárás és csapadékosabb, mint manapság. Aztán, hogyha még a ruházatról egy pár szót kell mondani, akkor ugye nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos dolmányt derekukon egy sálövvel vagy zsinórövvel tekerik körül, és e fölé kerül még az a fegyveröv, amire minden katona felköti az oldalfegyverét. Ugye ez volt a korszakban a legfontosabb hideg fegyver, a szabja. Szabját a magyarság az gyakorlatilag egészen a 16. egészen a államalapítás korától kezdve használ, viszont ugye az Árpád-kor végére jellemzően már inkább nyugati fegyverekkel harcoltak a katonák, de a 16. században a török hatásra újból megjelenik ez a fegyver. Ugye keleti eredetű, és meg is kérem a vitézeket, hogy húzzák elő a fegyvereiket, meg gyertek közelebb és mutassátok meg egészen közelről. Ugye keleti eredetű fegyverről beszélünk, ami egy ívelt pengét jelent, illetve a pengének a külső éle az, amivel vágnak a vitézek. Ebből a hegyfelőli egyharmada a pengének a gyenge éle, ami a vágásra alkalmas. A markolat felé eső kétharmad az pedig az úgynevezett erős él, amivel a hárításokat végzi. Jellegzetessége még, hogy a pengének a belső oldalán a hegyfelől az utolsó egyharmad az úgynevezett fokél, a szintén ki volt élezve. Ez különböző cselvágásokra teszi alkalmassá a fegyvert, és hát a szakavatott kardforgatónak a kezében ez egy halálos veszedelmet jelent az ellenfélre nézve. Attilát és Mátét meg is kérem, hogy mutassák be számunkra azt, hogy hogyan is néz ki egy-egy ilyen vágás. Ugye, hogyha egy normál vágással támadjuk meg az ellenünket, akkor lehet látni, hogy a fegyvert egy ilyen köréves mozdulattal indítjuk meg. A kardnak a neve is az, hogy szabja, erre utal, hiszen a szabni, azaz vágni, hasítani kifejezésből származik. Tehát ugye egy normál vágás esetén egy széles,
köréves mozdulattal próbálja az ellenfelének jelen esetben a fejét megsebezni. Ugyanez a vágás cselvágással lehet látni, hogy alig különbözik a kettő egymástól, viszont hogyha penge fokával vágunk, akkor már be tudunk vágni a hárító mozdulaton belülre. Egy melkasvágás esetén is működőképes ez a technika, ugye normál vágás esetén, majd pedig lent a pengének a fokával meg lehet sebesíteni az ellenfélnek a melkasát, avagy, hogyha megnézzük, akkor nem csak a melkasra veszélyes, hanem a fegyvertartó kéz alkarjára is. Hárításnál is használt vehetjük a penge fokérének. Hárítás után egy egyszerű csukló mozdulattal Máté vitéz leszorítja az ellenfélnek a pengéjét, majd pedig egy ilyen felcsapó, felrántó mozdulattal a fegyvertartó kéz ujjait tudja megsebezni. Vannak még különböző nagyon praktikus megoldások, amikor nem feltétlen, hogy is fejezzem ki magam, ugye a vívás az nagyon hasonlít a táncra. Nagyon fontos a tempó, az, hogy megfelelő ütemérzékben mozogjanak a harcosok, illetve a távolság, a távolságnak a tartása. Ugye amikor az egyik fél támad, az ugye közelebb lép az ellenfeléhez, az ellenfelének olyankor távolodnia kell egy lépést. Ugye ezt nagyon alaposan be kell gyakorolni a vitézeknek. Viszont, hogyha valaki védekezni akar, akkor van például távolság növelésre lehetősége, amikor a támadó mozdulat elől egyszerűen kilép hátra, és így ugye az ellenfél nem találja el. Hogyha ugyanez a, még egyszer megcsináljátok, akkor ilyenkor ugye hátralépés után tud visszavágni az ellenfele. Tehát ez egy nagyon jó megoldás. Különböző lehetőségek vannak. A távolság megvonás az, ami a másik, amikor belelép az ellenfélnek a támadásába, és ugye, hogyha ezt fordítva megcsináljátok, akkor látszik, hogy az ellenfélnek az alkarját tudja így megsebezni. És hogy biztosra menjen, utána tovább lépve még a tarkójára tud egy ütést mérni. Ja igen. Mielőtt elfeledkeznék róla, néha szokásom, a szabjának nem csak pengéje van, és éle és hegye, amivel ugye vágunk, illetve szúrunk, hanem van még azért egy markolat, meg egy keresztvas, ami szintén nagyon praktikus a küzdelem során. Ugye, hogyha ezt megmutatják itt a vitézek, akkor lehet látni, hogy a keresztvas elsődlegesen arra jó, hogy a lecsúszó vágásokkal szemben megvédje a kezet. Tehát ugye a kardforgatónak az ujjai nem sérülnek meg, mert a támadó pengéje megakad a keresztvasban. Viszont arra is lehet ezt használni, hogy támadástál félreüssük az ellenfélnek a pengéjét, és ugye amikor már ezt félresodoltuk, akkor visszavágva meg lehet őt sebezni, főként ugye a védtelenül hagyott fej és nyaki részeken. A másik pedig az, hogy ugye támadásnál a markolattal is lehet jó nagyokat ütni, tehát például egy ilyen penge félresöprés után markolattal arcon tudjuk ütni az ellenfelünket. És hát ugye, ha már itt beszélünk arról, hogy a szabjával miként kell vitézkedni, akkor nézzük meg azt, hogy mi az a védő felszerelés, ami talán a legpraktikusabb ezek elleni védelemben. Ehhez viszont szükségünk lesz egy ifjú legényre vagy leányra, aki a segítségünkre lesz, hogy bemutassuk ezt. Na itt te jelentkeztél a legelőször. Hogy hívnak? Botond lesz mindjárt a segítségünkre. Egy korabeli huszár sisakot rak most a vicekapitány úr a fejére. És hogyha becsomogoltuk Botondot, akkor megkérjük, hogy forduljon szembe veletek. Integessél. Köszönjél. És most megkérlek, hogy fordulj szembe a vicekapitány úrral. Ugyanis ő be fogja nekünk mutatni, hogy mielőtt megsérülsz, egy picit gyere arrébb, jó? Rád vigyázunk. Botond már be van páncélozva, neki nem esik bántódása. Reméljük. Ugye lehet látni, hogy a különböző vágásokkal szemben hogyan biztosítja a védelmet ez a 16. századi típusú huszársisak. Ugye van a sisaknak a harangja, ugye itt, ami a koponyát védi, nem véletlen, hogy ilyen nagyon szép bordázott, ez nem csak a díszítést szolgálja, hanem hogyha be van bordázva egy ilyen fémlemez, akkor sokkal nehezebb behorpasztani. Koponyán kívül ugye van neki egy arcvédő lemeze mindkét oldalt, ami a vízszintesen oldalról érkező vágásokkal szemben fogja megoltalmazni a viselőjét. Ha pedig szemből függőlegesen érkezik a vágás, akkor lehet látni, hogy itt van a szem fölött, a homloknál a shield, ami pedig szintén azon félre fog csúszni a szabjának a pengéje, tehát megint csak nem esett bántódás a Botondnak. Hogyha
vízszintesen szemből érkezik a vágás, akkor az arc elé leengedett orvas az, ami meg fogja akasztani a szabja pengéjét. Ugye lehet látni, hogy ez egy nagyon jó... Kapitány úr halmozza az élvezeteket, hiszen szemből is támadott, majd elhaladva ugye tarkóra irányzott egy vágást, és ez azért nagyon fontos, ugyanis ez a sisak erről a szerkezetről kapja a nevét. Ugye huszár sisak, mert elsősorban lovas katonák, végvári huszárok hordják. Másfelől pedig ugye itt van a tarkót védő rákfarok, az egymáson átlapolva, de ugyanakkor mozgékonyan oda szerkesztett fémlemezek, amik egyrészt szabad mozgást biztosítanak a viselőjének, tehát körbe tud nézni, fel le tudja mozgatni a fejét, ez azért nem hátrány a csata forgatagában. Másfelől nézve viszont ugye megoltalmazza a hátulról a tarkóra irányzott vágásokkal szemben. Másik nagy előnye ennek a sisaknak, hogy a szembe fordulsz, hogy szabadon hagyja a viselőjének az arcát. Látni lehet benne, és levegőt kapni. Vannak idősebb urak, akik még vélhetően voltak katonák, ők tudják, hogy gázállarcban nem egy nagy öröm futkorászni. Tehát egy ilyen zárt sisakban, ami a teljes arcot befedi, és csak néhány apró lyukon lát ki az ember, amit a középkorban használnak, hát nem volt épületes dolog vitézkedni, meg harcolni és küzdeni, főleg nem a csata forgatagában. Ad abszurdum, ugye, hogyha Mohácsra gondolunk, ahol még döntően középkori stílus szerint harcoltak a katonáink, hát augusztus 29-ről van szó. Őrület melegben. És hát ugye nem kaptak levegőt, alig lehet belőle kilátni, igaz, tegyük hozzá, egy nagyon jó védelmet biztosít. Ez a huszár sisak ugyanezt tudja, viszont még levegőt is kap benne a viselője. Egy dolog ellen nem véd, nem kell megijedned, a szúrás. Ugyanis az arcra irányzott szúrásokkal szemben ugye nem tud mit csinálni ez a sisak. Viszont mivel mondtam, hogy ez huszár sisak, tehát lovas katonák használják, a lovas katonák ezzel a szabjával nem szúrnak. Ugyanis akkor mi történik? Picit emeltem. Ugye, hogyha beleszúrja valakibe a pengéjét a katona, majd a ló az haladna tovább, viszont nem fogja tudni kihúzni az ellenfél testéből a pengét. Tehát saját magát fegyverezi le a harcos. Éppen ezért ugye más technikát használnak, amit itt a vicekapitány úr az imént már bemutatott. Kicsit távolabb is állok. Ugye fejre irányzott vágás, először szemből, majd pedig len hátulról, és bízik abban, hogy az egyik az majd betalál, és meg tudja sebezni az ellenfelét. Hát volt, akinek nem volt akkor a szerencséje, hogy ilyen sisakot viseljen, kicsit későbbi a történet, de ugye huszárokhoz köthető, úgyhogy ezt még azért elmondom. Mecséri Dánielnek hívták az illetőt, aki egyszer úgy gondolta, hogy egy vesztes csatából hátravonuló, visszavonuló katonáit megpróbálja megoltalmazni azzal, hogy ő egymaga feltartóztatja az ellenséges sereget. A művelet az sikerült, viszont ennek ára volt, 16 vágás érte a fejét, ebből 4 agyvelőig hatolt, és mikor őt ott hagyták, mert mondván úgy is ott veszik, nem fogja túlélni, később az apácák találták meg, akik felgyógyították, és kicsivel később, amikor már helyre jött, akkor a győri csatánál ő volt ez ugye napóleoni háborúk ideje, ő volt a sereg jobb szárnyának a parancsnoka. Úgyhogy éppen ezért hívjuk őt a legkeményebb fejű huszárnak. No, egyébként Bécsben mai napig megvan a koponyája az Orvostörténeti Múzeumban. És hát ugye, ha szabjával nem tudjuk megsebezni az ellenfelünket, akkor van erre egy célszerszám, de erről már Máté Vitéz meséljen, és akkor ő fogja ezt elmagyarázni, illetve megmutatni. Gyakorlatilag hívhatnánk primitíven konzervnyitónak is ezt az eszközt, de ez egy csákány, fokos, egy huszár csákány, ami hát ugye középkori eredetű fegyver, akkor is a lovók ellen hasonló eszközöket tudtak használni. Ugye két része van egy ilyen csákány fokosnak, van egy csőre, ezzel a csőrrel gyakorlatilag bármilyen lemez, páncélt, mellvértet át tudunk ütni. Viszont, hogyha egy ilyen sisakot próbálok én netán ugye támadni, akkor ugye ez a cső lecsúszik, tehát a sisaknak a formája lecsúsztatja ezt, de ilyenkor sem kell nagyon kétségbe esni, az ember nemes egyszerűséggel megfordítja a fegyvert, és már ezzel a kalapács részével a sisakot bármelyik részén keresztül tudja ütni, és hát nyilván nem csak a sisakot fogja ez a fegyver behasítani, hanem az alatta lévő koponyát is. Ugye a magyar huszárok, illetve vitézek előszeretettel használják ezt a fegyvert, a törökök nem is szeretik annyira, hiszen azért ők is harcolnak ilyen páncélokba, vértekbe. Az ifjú úriember úgy gondolom egy tapsot megérdemel, hiszen kiállt a vitézi próbák. Most, hogy kicsit megöntöztem a hangszálaimat, bízom benne, hogy
Már most el tudom mondani azt, ami itt a viseletek kapcsán még hátra maradt, ugyanis ugye beszéltem a férfiaknak a ruházatáról, de van velünk egy fehér nép, akinek a viseletére azért érdemes egy pillantást vetni. Ugye 16. században egy nagyon különös dolog történik. Itt a mögöttem álló vitézek, meg rajtam is, ugye a dolmány látható, amit elfelejtettem mondani, hogy ez egy keleties ruhadarab. Tehát ekkortájt, mint ahogy manapság ugye nagyon sokan farmert hordanak, az ugye mindig tükrözi az aktuális világhatalomnak a divatját. Ugye ekkortájt a török birodalom az, ami ezt diktálja. És ennek megfelelő az, hogy a magyar férfiak, sőt egész Kelet-Európában a katona emberek keleties divat szerint öltözködnek, aminek ugye a legfontosabb darabja ez az előbb említett dolmány. A hölgyeknél viszont más a helyzet. A hölgyeknél egész végig a törökkor idején a nyugati divat az, ami a meghatározó, és mindenki bármilyen társadalmi osztályhoz tartozik, nyugati divat szerint öltözködik. Ugye ennek a legfontosabb darabjai az egyrészt az ing, ami ekkor még nagyon hosszú, ilyen lemvászomból készített ing. Nagyon fontos, hogy ekkor kivétel nélkül ez mindig ugye az egész ujjat takarja, tehát nem hagyják még az alkarjukat sem fedetlenül. Ugye ez az ing, ez nagyon hosszú, ez alá jön még ugye az vagy e fölé jön az alsó szoknya, majd pedig, igen, tehát az alsó szoknya, ez nagyon fontos, akár több is lehet belőle, majd pedig ugye e fölött van igazából a felső ruházat, ugye egyfelől a ruhaderék, vagy mellény, majd a szoknya. 16. század közepéig ezt mindig egyben készítik, tehát ugyanaz a ruhaanyag, egybe van varva, egybe szabják ki. A 16. század közepétől kezd el terjedni a szokás, hogy külön-külön készül el a mellény és a szoknya, és utána már ezt tudják kombinálni. Tehát akkor már innentől kezdve ennek is egy ilyen divat jellege van, mert akkor már ugye a különböző anyagokat, színeket, formákat tudják csereberélni egymással, és akkor ugye divatolnak a hölgyek. Egyébként a férfi emberek nem kevésbé, azt tegyük hozzá, mert mindenki szeretne minél pompásabb ruhákat, minél színesebb öltözékeket hordani. És hát van még egy nagyon fontos dolog. Egyrészt ugye lehet látni, hogy nagyon szűkszabásúak ezek a ruhák, mindig ugye zsinórozással fogják össze, nem véletlen, hogy később majd ugye fűzőt is hordanak a hölgyek, ugye a barokk időszaktól kezdve. Viszont ugye van még egy olyan ruhadarab itt a szoknya fölött, amiről nem meséltem, ez pedig a kötény. A köténynek nagyon érdekes az eredete. Ugye, hogyha a divat történetét szemléljük, akkor a jellemző az az, hogy mindig ugye valahol odafönt, a magasrangú társadalmi osztályoknál megjelenik egy ruhadarab, és utána azt elkezdik hordani. Először csak a nemesek körébe terjed el, majd a polgárok körében, utána a parasztok körében, és itt szépen-szépen egyre lejjebb és lejjebb alsó társadalmi osztályokban is megjelenik. A köténnyel pont a fordítottja esik meg. Ez az a ruhadarab, ami a parasztok közül kezd el egyre följebb és följebb kerülni, megjelenni a viseleteknek a tárházában, és ennek a magyarázata pont a várháborúkra eredeztethető vissza. Ugyanis az történik, hogy mielőtt leszakad az ég, az történik, hogy míg a férfi emberek oda vannak, és ugye végvárakban, végházakban, vagy portyákon ugye védik a hont és harcolnak a török ellen, addig ugye ki van otthon? Ki irányítja a családi gazdaságot? Hát a fehér népek, az asszonyok. És hát ugye ők tulajdonképpen egyrészt ennek ugye eredetileg praktikai oka volt, hogy védjék, vigyázzák a nagyon drága ruhákat és az anyagot az elhasználódástól. Később viszont már ennek ugye megjelenik egy ilyen utalásként kezdik el használni, jelezvén azt, hogy ők kiveszik a ház körüli munkákból a teendőből a részüket. Még hogyha az nem is feltétlen az, hogy ők dagasztják be a tésztát és sütik a kenyeret vagy takarítanak, hanem hogy a családi gazdaság irányításában tevékeny részt vállalnak. És van még egy nagyon fontos dolog, ugye a fejfedő, hiszen 16. század környékén azért senki emberfia nem megy hajadon főtt az ég alá, és hát az asszonyoknál ez nem más, mint a főkötő. Innen tudjuk, hogy valakinek már bekötötték a fejét, tehát férje van, hogyha főkötőt hord. Ugye a gyerekek azoknál körülbelül egy ilyen, ha jól emlékszem, 10-11 éves korig megengedett volt, hogy hajadonfőt mászkáljanak. Onnantól kezdve ugye a kislányok azok pártát hordtak, tehát hogyha valaki nem kell el, akkor innen a kifejezésünk, hogy pártában marad. És hát ugye amint megházasodik, akkor már ugye a főkötő került a fejére. Gyakorlatilag ugye ez a három fejfedője volt a hölgyeknek. Köszönöm szépen. És ha már fejfedő, akkor még gyorsan, még itt a tűzfegyver előtt,
Ugye a férfiaknál pedig a süveg az, ami megjelenik. Kivétel nélkül a magyaroknál a fekete posztós üveg, beletűzve ugye ragadozó madárnak a tolla, és ez jelzi, hogy az adott vitéz már túlesett a harc, az első harcán, azaz a tűzkeresztségen. Még a családi állapotra esetleg annyi, hogy itt is van utalás, ugyanis a vitézek azok kivétel nélkül bajuszot hordanak, bajuszot viselnek, aki pedig már megházasodott, ők növesztenek hozzá szakállat. És hát ugye már itt viseletről volt szó, valamint a hideg fegyverről, de most pedig következzen az, ami a korszakban a legmeghatározóbb, ez pedig nem más, mint a korabeli tűzfegyverek. Előtöltős puskákról beszélünk, de ezt már a vicekapitány úr fogja megismertetni önökkel. Jó, hát a puskákat végül is már látták az előbb a cseh csapatnál, ugye a muskéták működését láthatták. Itt már csak gyorsan elmondom, esetleg, hogy lássák is, hogy miről van szó. Ezek a fegyverek hogyan működtek abban a korban, és inkább majd egy speciális fegyvert fogunk elsütni a következőekben. Hát ez egy kanócos fegyver, egy Arke 20 kanócos puska. Ugye ez egy rövid csövű, látják, rövidebb, mint az előző muskéták voltak. Ezek személyi fegyverek gyakorlatilag, alakzatban használják őket. Nagyon egyszerű működése, az izzó kanócot behúzzuk ide a sárkány pofájába. Ugye ekkor még nem az anyósról nevezték ezt a darabot el, hanem tüzet tart a szájába, ezért sárkány. És itt a lőport ugye fel fogja lobbantani az izzó kanóc, át fog égni a gyulukon keresztül, és lobbantja hátul a lőport, ami kilövi a lövedéket. Ezek még minden esetben ólomlövedéket használnak. De a mi korszakunkban nagyon fontos már ugye a 16. században a tűzfegyver, így Eger védelménél is rettentően fontos szerepet tölt be. És dobó idejében Egervár védelmében összesen 21 darab ágyunk van, csak a török kb. 160 ágyaival szemben, ezért rettentő fontos szerepük lesz a szakállas puskáknak, amit ott látunk az állványon, ugye a szakállas, nem a szakállas látható. Nos, a szakállas puska, ez egy nagyméretű puska gyakorlatilag, egy kisebb fajta ágyú. Az a jelentetessége, hogy durván egy olyan 130-140 grammos acél lövedéket tud kilőni, vagy ólommal burkolt acél lövedéket, amelyet viszont ez a fegyver körülbelül 4-500 méter távolságban hatásosan eljuttat. Tehát viszontos a tűz ereje a korabeli puskákhoz képest, az ágyúkival betegszik. Ugye az előlátott muskéták, azok durván ilyen 150 méterig ütik át a páncélokat, ezt mondom 400 méter akár. A lényeg az, hogy a messze álló célpontokat lehet vele támadni, például a tüzérséget próbáljuk eltalálni, az ellenséges ágyúk a vártól 2-300 méter távolságban vannak, onnan működnek, próbáljuk a tüzéreket lelőni vele, illetőleg az ágyúknak a szerkezetét, a fa részét megrongálni, összeroskasztani az ágyúkat, hiszen ezek általában a legkisebbek is 4-500 kilós ágyúcsövekről van szó, tehát el lehet képzelni, hogy ezek legyorodnak a földre, akkor bizony-bizony sokszörűbe telik, mire újra ácsolják ezeket a állványokat, és újra lőni tudnak velük. Egyébként jelentetesen nagyon messzire használt fegyver volt, hiszen van egy török miniatűre is, ami Veszprém ostrománál mutatja azt a jelenetet be, amikor a török, egyik török vezér körbejárta a várat, ugye próbálta a gyenge pontokat feltérképezni, és ilyen szakállas puskával leszakították a fejét gyakorlatilag. Tehát ott a megőrzített miniatűra, ugye a lót fej nélkül fekszik a földön, és már viszik a számára a vezeték lovat. Tehát iszonyatos távolság, hatalmaserejű fegyver volt. Az egri várban 343 darabról tudunk egyébként az ostrom idején, ostromnak előző leltárok alapján. És akkor nézzük meg, hogyan töltenek meg egy ilyen fegyvert. Hozzátartozik az a dologhoz, hogy mint mondtam, 130-140 grammos lövedékről van szó, ez azt jelenti, hogy 60-70 grammnyi lőpor kellene a csőbe. Nem lesz annyi benne, kb. 20-24 grammnyi lőpor fog belekerülni a csőbe, ettől főtlen majd nézzük, hogy milyen hangja volt. Hát a fegyver töltése, ugye ahogy indul, legelőször is a katona ellenőrzi azt, hogy tiszta a fegyvere, egy fújással meggyőződik, hogy a gyulukat át tudja fújni, hiszen hogyha nem tudná átfújni, akkor baj van, nem fog átégni a lőporú. Ugye ezt követően kezdem ez a fegyver töltését előről, hiszen itt, mint látták az előzőkben is, ez a korszak teljes egészében még az előtöltő fegyverek korszaka. Mindent előteszünk a csőbe, feltépi a katona a lőport tasakot, és betölti előről a lőport a csőbe. Ez egy picike, apró kis csalás a részünkről, mint Eger védői részéről, hiszen dobóik még nem ilyen tasakokat használnak, hanem lőport tartókat használnak, ebből adagolják a lőport. Viszont ezekben nagy mennyiségű lőport fér el, 1,5-2 kiló akár, és ez rettentő veszélyes, hiszen a tűz éri, akkor a kézigránát fel tud robbanni, ezért aztán itt nem is használjuk itt tömegekbe, hanem picikét későbbre nyúlunk, nem sokkal, 1624 környékén Gusztávhoz a svéd király az első, aki a 30-es háborúsán rendszeresíti a svéd hadseregbe a papírba csomagolt lőport. Nagyon egyszerű az oka, sokkal biztonságosabb, ugye a katona kezébe meggyullad, megégeti, de nem fog eltépni a kezét a katonának, illetőleg az adagolás is pontosabb, a tasakolt adagolás. Ugye ezt feltépi a fogával, erről a csőbe szórja a megfelelő mennyiséget.
Majd ugye a lőporunk szabad levegőn egyébként nem fog más tenni, mint hevesen elég. Ezt láthatták a puskáknál, hogy fogják is látni. A serpenyőbe a lőport, mikor a kanóccal meggyújtjuk, az nem fog robbanni, hanem lobbanással, heves lobbanással, de ég elég egyszerűen. Ahhoz, hogy robbanjon a lőporunk, a fekete lőporunk, ami egyébként szén, faszén, salérdom és fény keveréke, az el kell zárnunk a levegőtől, le kell tömörítenünk. Ezt teszi most meg a katona, a papír tasakokat használja a folytás gyanánt, a csőbe gyömöszöli, majd egy jó hosszú puskavesző segítségével fogja ezt alaposan letömöríteni, azért, hogy a robbanásunk majd idővel bekövetkezzen. Ezt egy pár határozott mozdulattal fogja megtenni, nem sokáig szokták csinálni, egy 3-4 ütéssel meggyőződik róla, hogy kész. Majd ugye a fegyvert visszahelyezi az állványra, és meggyőződik arról, hogy van-e a serpenyőben lőport. Ugyanis elvileg a előbb a muskétáknál esetleg láthatták a töltést, a figyelték, elsődlegesen alakzatban a katonák, amikor szorosan állnak egymás mellett, akkor a serpenyőt töltik fel először, hogy a megtöltött fegyvert később ne kelljen mozgatni vízszintes irányba, hanem már csak függőlegesen kelljen mozogni a fegyverrel, ez biztonságosabb. Ilyenkor viszont ez a szakállas puskán úgy van már kialakítva a gyújuk kónuszosra, hogy kifolyik a lőport, tehát meggyorsítja a fegyver töltését. Benne van a lőporunk a serpenyőbe is, ugye majd a katona be fogja húzni a izzó kanolcot a sárkány kopájába. Van már ott? Nem tudom, hogy erről az oldal. Még ide jövök, ilyen bátor vagyok, mert arról persze elfelejtettem szólni, hogy miről szakállas puska, miről kapja a nevét. Nagyon egyszerűen erről az egyszerű kis toldalékról kapja a nevét a fegyver. Hiszen viszonylag ritkán használják ilyen állványról. Általában ezt a várfalról használják, egyszerűen beakasztják ezt a szakállat a várfalba, és úgy lőnek vele, hiszen olyan erői fegyverről van szó, hogy ha a lövést anélkül adná a katona, akkor véletlenül eltörhetné a vállát a lövéskor, ezért akasztják be, innen kapja a nevét a fegyver. Ha kész a lövése, ellenőrzi akkor, hogy kész van-e, és akkor... Jó. És most azért lesz egy kis hangja valószínűleg. Lövés! Jó, ízítsd ezt kanolcot, fegyver kopáthoz, serpenyőt nyis, Isten nevében, hű! Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet! Bízunk benne, hogy jó hírét viszik az északi végek vitézeinek!